110 éve született Schmidt Ferenc, városi főépítész. A kiváló szakember megújult síremlékét családtagjai mellett a város vezetői köszöntötték e kései búcsúztatón. Nagyon nemes dolog, hogy a volt kollégái nem felejtették el, felidézték, és a városnak is tudtára hozták, hogy igen, létezett egy Schmidt Ferenc, akinek rengeteget köszönünk. Hát én is szégyellem egy kicsit magam, mert számtalanszor elmentem ezek mellett, az épületek mellett, amit ugye most felsoroltak, hogy mi az, amit ő tervezett, építetett, és bizony az ember nem nagyon tudta, hogy az ő keze munkája. Az Ibli díjas építész, aki Jómann Bálint és Csitári G. Emil bizalmasa és segítője volt, terveztek középületek és parkok, ma is Székesfehérvár díszei. Végtelenül boldog vagyok, hogy emlékeznek rá. Mert én ugye azzal, hogy a háború az teljesen derékba törte tulajdonképpen, mert utána még hiába dolgozhatott, meg csinálta a dolgait, azért az, amiben ő egyáltalában elindult, és 38-ban mondjuk kicsúcsosodott, és utána ment tovább minden szépen egészen 45-ig, ugye az egyszerűen megszakadt. A megható emlékezésen túl elhangzott, a jövő évi jubileumi országgyűlésen megerősítést nyert, Schmidt Ferenc szerepe a királyváros építészeti kultúrájának megerősítésében.